Mindjárt jövünk, csak húgy áll a gyerek! Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB! Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Majd kibeszélőbe elhoztuk az öngyilkos némaság legújabb lemezét. Az Emlékezzé, meg kell döglened címűt, ha minden igaz. És egyébként nagyjából a mondani valóját, ezt össze is foglaltad a lemeznek. Jó, de hát... Annyiban még hozzátenném, hogy a kurva anyád, bazd meg! És szar vagy! Jó. Ezt így elmondtuk. Erről szól ez a 12 dal. Pont. Jó, egyfelől Ernán Ermida sose volt a metal szintér legintelligensebb frontemberjeinek egyike. Másodrészt maga a Suicide Silence sem volt soha a metal szintér legintelligensebb bandáinak egyike sem. Igen, csak egy olyan banda, aki ugye meg tudott írni annó egy YOLO-t, egy Unanswered-öt, meg hát úgy kb. A Cleansing lemezt, meg ilyeneket. De azok még nem Laker korszakos dolog? Na, akkor rátapintotta a lényegre. Igen. Tehát, hogy volt, akinek még itt volt mondani valója valamikor régen, nagy kár, hogy már nincs köztünk. Tehát, hogy meg van az Eddie Hermit. És még hozzátenném, igen, hogy volt, aki ott régen, aki nagyjátette ezt a zenekart. Azóta meg, abból élnek körülbelül. Meg most van az Eddie Hermida. Igen. Igen. És még mielőtt azt gondolnánk, hogy szarozzuk az Hermidát, lehet. De amúgy... Nem! Félreértés ne essék egyébként, tehát hogy a kötelezőt azt hozza ilyen hármas fölé négyes alával. De hogy ennyi. Tehát, hogy szerintem abban a csávóban nincs több. És így... Egy olyan... karakteres frontember... Tudom... A Deathcore Blaze Bailey-e, bazd meg! Hát egyébként... Hogyan csak kirölgöm magam? Csak vele még csináltak egy kurva szar lemezt is. Tehát, hogy... Igazából az lenne, hogy nem akarom ezt, mint a TDG-nél az edemezést, meg majd a Burry-nél a cameronozást, tehát nem akarok folyton Mitch lekerezni. De hogy amikor volt egy ikonikus frontembered, aki jó gondolatokkal és szövegekkel, és iszonyatos hangtartománnyal, és zseniális produkcióval eladta az egészet, utána beveszel egy Hermidát, aki van, és csinál valamit. Tehát nem értem konkrétan magát a folyamatot. Főleg nem értem ugye a self-titledet, de azt már annyiszor kiveséztük, hogy nem akarok megint kitérni rá. Szóval, térjünk inkább rá erre a lemezre. A 12 dalon keresztül megy a és kész. Ezen a lemezen? Hát mi? Nem. Hát dehogy nem. Ne, hallgass meg még egyszer, nem? Én már nagyon sokszor meghallgattam. Ezt? Akkor még egyszer. Jó, majd meghallgattam. Mert nekem pont azért tetszett ez a lemez, mert nem csak ez megy. Nem csak ez megy. Hát de, aztán megjönnek a izé. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da, ezek. Igen, és itt van a kettő között arany középút, ami a legtöbb deathcore bandánál nincs. Konkrét death metalos részek. Hát, jó, vannak. Legyen. Obituári meg ilyen szellemiségek jöttek elő. A Capable of Violence meg az Altar of Self egyes részeinél. Meg még egy csomó helyen. Színesítésként sem restek előhúzni ilyesmit, de például a Capable of Violence java része inkább közelebb áll szerintem a death metalhoz, mint a deathcorehoz. És én nekem ezért szerettem szerintem ezt a lemezt hallgatni. Jó, mondjuk az barokkos túlzás, fogalmazó, hogy ezért hallgattam szívesebben, mint a többi deathcore lemezt. Igen. És ezért adott nekem sokkal többet, mint a Pain Remains. Jó, tudjuk, egyszer majd lesznek fülelős vudubabák. Lehet majd szurkodni, mikor ilyeneket mondok, de nekem ez a lemez többet adott, mint a Pain Remains. Egész egyszerűen azért, mert én nem szeret... Tehát egész egyszerűen azért, mert nem arra megy rá az egész, hogy minél betegebben egyet alkosson, hanem egy olyan magamfajta, én deathcore-t nem annyira szeretem, a death metal-t viszont jobban. És az, hogy itt voltak death metal-os részek, azok nekem helyből egy jó belépőt jelentettek, amik után már a sebes-gyors részek se tűntek annyira kaotiknak, mint mondjuk egy Lorna sornál, ahol nem
emlékszem, hogy lettek volna hasonló részek ilyen mennyiségben. Hát ott meg ugye a geci sok dallam volt, ami próbált egy kicsit oldani a hangulatot. Nem mindig sikerült. Ha már dallamok többre tartok egy általános szelfet, mint a Pain Remains-ről bármit. Ha már dallamok. Tudom, ízlések és pofonok, de akkor is. Figyelj! Akkor is. Nem tudom megmagyarázni az okát. Nem fogom azt hazudni egyébként, hogy nem volt jó hallgatni. Mert konkrétan szerintem az elmúlt 4 vagy mennyi jött, 4 lemez jött ki a Ermidával, tehát jött az első, a self-titled, a vigyázz jön a vadász, meg ez. Na akkor a 4-ből konkrétan ezt hallgattam legszívesebben, és hogyha elő kéne vennem valamelyiket ugye a klasszik 3 mellett, akkor valószínűleg ez lenne az. És én ezt oda vezetni, hát egyrészt ugye mondták, hogy visszakanyarodnak a gyökerekhez, a cleansingnek hangzásához, azt mondjuk ilyen biztos, hogy kellett volna, de mindegy, elfogadjuk. Tehát megint más az, mikor azt mondod, hogy a Disturbed még mindig ugyanúgy szól, de jól, mint 20 évvel ezelőtt, meg megint más az, mikor visszakanyarodsz majdnem 20 évvel ezelőttre, meg a hangzást is viszed magaddal ugyanoda. Tehát, hogy azért itt vannak különbségek. Igen, igen. A másik az, hogy én még szólóból egy párat elfogadtam volna, szerintem az kevés volt. A harmadik, tehát a Capable of Violence-nek az eleje, tehát annál pontatlanabb lesz beatelést, szerintem legutoljára 95 Immortál, tehát hogy... 97? Vagy 97. A Blizzard Beast lemez az 97-es, de ott tényleg egyetlen egy pergő sincs a helyén. Tehát, hogy konkrétan amikor már egy negyeddel el van minden csúszva, és így próbálnak utána menni, az igen. Már ott így, fú, de mi történt? De a többi része, lemez többi része meg nem volt ilyen kiugró dolog, tehát, hogy... Az lehet, viszont nem egy helyen éreztem ennek dacára azt, amit nagyon sok hasonló gyors zenénél érzek, hogy például egy verze, amikor ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta blesztelés van, akkor olyan érzete van az egésznek, mintha átcsúszna felütésre. Igen. És felütésre jönne közbe a pergő hirtelen, pedig semmi ilyesmiről nincs szó, csak az Eddie Ermida egy trehány fasz, és szarul ritmizálta a szöveget. Ennyi történt. Az Ernie Inigezre nincs több panasz, mint az Alex Lopezre volt, meg hát ahogy intelligencia terén, úgy pontosság se terén se tartozott soha az életben a Suicide Silence leginkább úttörők közé, így mondom. Itt is egy csomószor van olyan, hogy tényleg így, mint hogyha így ta-ta-ta-ta-ta, és úgy énekle a pali, hogy mint hogyha felütés lenne. Felütésre menne át a dob, de közben nem, hát fel lehetett volna pontosabban játszani, énekelni, csak igazából egyszer kéne egy ilyen, annyi vérnek lenni valaki faszába, ott a zenekar környezetében, aki rámeri zárni a Hermidára a kontrollszoba ajtaját, és megmondani neki, hogy addig onnan ki nem jössz, geci! Amíg jó nem lesz. Ha ezt valaki megcsinálta volna annál faszívenál Dorisszal, akkor az az év dala. Mert én abban a dalban mai napig hallom a potenciált, hogy mennyire jó lehetne az a dal, meg az a refrén, hogyha az emberre rászólnak, hogy figyelj, menjél már vissza még egy-két-háromszor. Az a baj, én abban a mai napig hallom a Jared Dice, hogy ti? Jó, én azt a Jared Dice-os videót csak évekkel később láttam. Én nem. Tehát én azért nem hiszem, hogy el tudok tőle vonatkoztatni, hát én azért tudok tőle elvonatkoztatni. Ja, értem. De igazából itt van igazából a tagság többi része, a dobocserét leszámítva, hát a Tatikára azért kell igényli az időt, úgy látszik meg a foglalkozást. Tatjana Smájukkal együtt lenni teljes főállást kíván, hogyha Alex Lopez igen. Itt hagyta a csapatot, de ezt leszámítva igazából meg ugye Ermida érkezését 2013-ban, vagy 2008 óta együtt vannak a húros szekció tagjai. És ez, más bandánál mondanám, hogy hallatszik, de itt nem különösebben. Tehát itt semmi különös hatása nincs.
deathcore az jó van, tehát... Igen. És a harmadik pedig az, ezt még a klippekre rákötném, hogy nem veszik komolyan magukat. És ez kurva jól áll nekik. Tehát iszonyatosan jó, amikor az ilyen thrasher cafat horrorokat átviszik ezért vizuálba, és ott teljesen elfér ez a zene a maga semmi mondani valójával a háttérben. Tehát a szögelős horrorhoz a szögelős zene tökéletesen illik a háttérbe. Igen. Ennyit akartam még így a végére hozzáfűzni. Nekem ez a tipikus olyan lemez, hogy amíg szól, addig tök jó, aztán sok mindenre amúgy nem emlékszem belőle majd. Tehát szerintem jövő héten már valószínűleg egy számcímet nem tudnék fölidézni, nemhogy belőle bármit is. Hát az elég fura lenne, mert ugye már két dal címe kijön a lemez címből, tehát... Ja, tényleg? Oké, okay, bocs, akkor azokat igen. De... Guilty pleasure. Szerintem. Olyan nincs. Hogyne lenne. Olyan dal nincs. Bazd már meg. Maga a hallgatása ilyen guilty pleasure. Az? Amikor tényleg ki akarod kapcsolni az agyadat és valami bassza szét, arra tökéletes. Hát én arra szerintem az általános szelfet fogom elővenni, amikor így senki nem látja, körülnézek. Én meg az Announce World-öt inkább vissza... Te meg azt! Visszamegyek. Jó, én akkor még nem értettem a Suicide Silence, mikor a Laker megjelent. Na ja. Meg nem hallgattam, tehát az egész deathcore-t nem értettem akkor. Érteni most sem biztos, hogy értem egyébként. Én sem. Csak vannak jó dolgok benne. Igen, ezen a lemezen én is találtam. Többet, mint a Pain Remains a magam részéről. Ennyi. Csak hogy fölelevenítsem a... Ugye fölélénkítsem a keresletet a majdani voodoo babáink iránt, így most mondom. Mert tudom, hogy a Pain Remains az mindenkiné hú, meg ha, mit tudom én. Nem, egyébként egy csomóan írták, hogy egyetértenek velünk, hogy na. Náluk is semmit ne az ég egyadt a világon, nem? Igen, tehát... Úgyhogy ez tök király. Most az új EP kapcsán interjúztunk a Rurállal egyet, és a jelenkori szintéről is kérdeztek. Minket, én megmondtam, hogy ugye a Szent Péternál után most már várnám azt a lemezt, ami erre az évtizedre meghatározza a hangzást, meg a zenei irányt, és nagyon remélem, hogy nem a Pain Remains lesz az. Nem, szerintem nem, nagyon réteg. Nagyon remélem, hogy nem, igen, el tudom képzelni, hogy 10-15 év múlva nem lesz már réteg, mert most is egyre inkább hódít, egyre nagyobb teret hódít magának egyébként, ahogy én észreveszem ez a szubkultúra. Az a baj... De ezt ne tudod megítélni. Az a baj, hogy be van korlátozva. Ez persze. Tehát nem tud hova fejlődni egész egyszerűen ez a szubkultúra. Vagy visszamész 15-20 évvel ezelőttre a kezdetekhez, vagy elmész a falig, mint a Pain Remains, vagy a Brand of Sacrifice, és vége van, nincs tovább. Tehát nem tudsz vele mit csinálni. Vagy ugye elkezdesz puhulni, mint a Whitechapel, de akkor meg már ez a szubkultúra gyakorlatilag kitagad. És akkor innentől kezdve meg már nem deathcore-ról beszélünk, hanem minden másról is. Tehát én azt mondom, hogy szerintem nem a deathcore lesz az, ami meghatározza így a következő 10 évet. Remélem. Meglátjuk még, hogy mi lesz az. Aztnak, hogy a Whitechapel-t kitagadta a deathcore széna, azt a Whitechapel vegye egy kibaszott megbuknak. Hát igen. És elismerésre. Igen. Mert tényleg annyival vannak az egész, a deathcore szintén egészen fölött. Pain Remains estű, minden estű. Igen. Úgyhogy full megérdemlik. Na, ők az igazi deathcore pionírok most már. Tehát már a fasz tudja, nem? De amit mondtunk ott a lemeznél, megmutatták, hogy merre lehet vinni. Hogy merre van út kifelé a deathcore-ban, ezt el is mondtam kinni, ha jól emlékszem. Ez a lemez nem mutatja meg, ez visszaás a hőskorba, de... Amikor még tényleg volt némi köze a műfajnak, több köze volt a death metalhoz, mint most. Aha, igen. És lehet, hogy én ezért hallgattam szívesen. Ennyi. Írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett, aztán legközelebb megjövünk. Igen. Írjál, iratkozzál, és ha ráérsz, tanítsd már meg a Hermidát énekelni. Szarnak a pofon. Na, szevasztok! Sziasztok!